180 új munkahelyet teremtett az IBM másfél milliárdos beruházása Székesfehérváron. A teljes összeg több mint egyötödét, 370 millió forintot az új Széchenyi terv pályázatán nyerte a vállalat. A most felvett munkavállalók szerverfelügyelettel foglalkoznak majd. 70%-uk Fehérvárról és a közeli településekről érkezik. Összesen több mint 1000 dolgozója van az amerikai cégnek a városban, 99%-uk magyar munkaerő. Különböző adatközpontokban szerverek vannak, amiket innen távolról menedzselünk az itteni munkaerővel. Őket frissítjük, installáljuk, újakat helyezünk üzembe, és folyamatosan figyeljük az informatikai biztonságukat. A magyar kormány gazdaságpolitikájának középpontjában a munkahely teremtés áll. Hasonló munkahelyteremtő beruházások segítségével az utóbbi két évben a válság előtti szintre sikerült felhozni a munkavállalók számát. Hogy minél több multinacionális vállalat végezzen hasonló fejlesztéseket hazánkban, a kormány 40 multival kezdett tárgyalásokat nemrégiben. Stratégiai megállapodásokat kötnek a külföldi tulajdonú nagyvállalatokkal, hogy azok nyereségük minél nagyobb részét újra hazánkban fektessék be. Az IBM-mel is folynak jelenleg a tárgyalások, melyeknek várhatóan 1-2 hónapon belül lesz eredménye. Ezekben a megállapodásokban kitérünk arra, hogy a Magyarországon megtermelt profit minél nagyobb részét újra Magyarországon fektessék be. Számítunk ezekre a cégekre a duális szakképzés rendszerének fejlesztésében és működtetésében. Szeretnénk, ha minél több kutatásfejlesztési tevékenységet hoznának ezek a cégek Magyarországra, és szeretnénk azt is elérni, hogy minél több magyar kis és közepes vállalkozást foglalkoztassanak beszállítóként. Egyébként az IBM 2010 óta 450 új munkahelyet teremtett Székesfehérváron, ezzel az egyik legnagyobb foglalkoztatóvá nőtte ki magát a városba. Egy nagyon jelentős innováció abban a tekintetben is ez a fejlesztés, nagyon sok fiatal munkaerőt hoz Székesfehérvárra, elsősorban nyelveket beszélő több diplomás kvalifikált munkaerőt, ami szintén a város érdeke. Az IBM idén 15 éves nemzetközi szolgáltató központja különleges helyet foglal el a nagyvállalat globális hálózatában. Mindössze 8 hasonló létesítménye működik a cégnek az egész világon.